Korrupció gyanú a Várnegyedben a polgármester állítólag védelmi pénzt kért, erről ír az Index alapnak. Szamos József nyilatkozott, aki évtizedek óta működtett cukrázdákat az első kerületben. Állítása szerint a Várnegyed párbeszédes polgármestere arra kérte, hogy pénzzel támogassa a kampányát. Cserébe védelmet kapott volna. Vénaszáj Márta tagadja, hogy kért és kapott ilyen támogatást. Két történelmi múltú cukrászda a budai várban. Az egyik a korona, alig pár száz méterre a Karmelita kolostortól, a másik pedig a russzvurm, ez utóbbi a Mátyás templom szomszédságában található. Mindkettőt a szamos család tulajdonója. A Ruszvorm elődje a svábül ferencféle cukrászda még 1827-ben kezdte meg működését. Az épület túlélte Budapest 1944-es ostromát is, majd a rendszerváltás első éveiben egy külföldi tulajdonú társasághoz került. Ekkor a Szamos Marcipán márka névadója, Szamos Mátyás fiai és unokái először kibérelték, majd megvásárolták a cukrászda használati jogát örökre. Ez jelenleg is Szamos Miklós és lányai tulajdona. A budavári önkormányzat azonban nem így gondolja. A párbeszédes Vénaszái Márta vezette hivatal ugyanis egy bírósági határozat értelmében ki akarja ürítetni a két cukrászdát. Szamos Miklós tulajdonos szerint azért, hogy végül olyanok kapják meg a területeket, akik a helyi budapesti erőkkel megfelelő kapcsolatot ápolnak. A cégvezető mindezekről az Indexnek nyilatkozott. Azt állítja, Vénaszái Márta már a 2019-es önkormányzati választások előtt azt ígérte neki, ha anyagi anyagilag támogatja a kampányát, akkor olyan szerződést kötnek vele, hogy ne lehessen kitúrni az ingatlanokból, még bűncselekménnyel sem. Szamos Miklós az Indexnek úgy értelmezte a történteket, hogy idézzük, ha nem történik meg a támogatás, akkor nem véd meg, tehát védelmi pénzt kért tőle Vénaszái Márta. A cukrászda tulajdonosa szerint a polgármester javaslata önmagában is bűncselekmény, és bár konkrét összeg nem hangzott el a vesztegetési kísérlet során, a kontextus szerint 20-30 millió forintot kért volna. Mindenkinek joga van bent lakni abban a lakásban, ahol nemzetékek óta lakik. A 2019-es önkormányzati kampányban Vénaszái Márta egyik fontos ígérete volt, hogy rendet rak bérlakásügyben az első kerületben. A Várnegyed lakóinak tetszett is az ígéret, ugyanis polgármesterré választották a balliberális politikust. Később azonban kiderült, az ígéretből szinte semmi nem lett. Karácsony Gergely főpolgármester pártársa viszont nem felejtett, és fél évvel később behívatta Szamos Miklóst, akitől egyességet kért az ingatlanokért cserébe. Szamos szerint, aki háromszoros bérleti díjat is fizetett volna a cukrászdák működéséért cserébe, végül elbukott az egyesség, mert szerinte olyan módosítást akartak vele aláíratni, hogy bármikor kitehessék a tulajdonából. Az Index információi szerint Szamos Miklós végül tavaly októberben feljelentette Vénaszái Mártát az ügyészségen. A nyomozóhatóság pedig már vizsgálja a történetet. Szeretettel köszöntünk mindenkit! A párbeszédes polgármester a közösségi oldalán szereplő információk szerint hétfő délután fogadórát tart a kerület egyik nemrégiben átadott játszóterén, ahol feltehetően téma lesz a korrupciógyanús, védelmi pénzhez kötött két cukrászda ügye is. Vénaszái Márta addig is azzal védekezik, amit az Indexnek írt meg válaszában, hogy nem kért és nem kapott anyagi támogatást Szamos Miklóstól. A polgármester azt állítja, ez a nyilvános kampány számláján is ellenőrizhető.